eljött az ideje, az idejévi gép-upgrade-nek, tudjátok, hogy minden évben upgrade-eljük a PC-inket, azért, hogy tudjuk tartani a lépést a játékokkal, és azzal az nem teljesen új, de friss koncepciónkkal, hogy minél maxosabb kvalitiban, minél jobb felbontásban tudjuk nektek mutatni, legalábbis vodon ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezért is minden évben nekifekszünk, és átépítjük a gamergépet, és egyébként közvetve a streamergépet is, ez most már nagyon-nagyon hosszú ideje ugyanaz a streamergépünk, most a régi gamergépből fogunk összefrankensteinezni egy streamergépet, de ez a része nem tartozik rátok. Ma a gamergépet építjük újra, és tudjátok, hogy vagyunk vele, mindig amikor újraépítjük a gamergépet, megpróbálunk egy olyan buildet mutatni nektek, amit még mi sem próbáltunk, kicsit új, de mindig up to date, és talán valamennyire izgalmas nekem is, nektek is, és hát persze látványos, ami ugye nem csak Jani miatt, de nagyon sok szivárvány szint jelent. Szóval, nézzük, mi az idei felhozatal. A platformokon belül egyébként nagyon sokszor nem szoktunk variálni, azért mert, és ez nagyon fontos, ezek munkagépek nálunk, akkor is a gamergépnek hívjuk őket, ezeknek folyamatosan mindig működnie kell, ezért vannak gyártók, gyártócsoportok, típusok, amikhez ragaszkodunk, amik eddig beváltak. Egész egyszerűen arra próbálunk koncentrálni, hogy ami a legjobban bevált nekünk, amivel a legkevesebb problémánk volt, azt próbáljuk használni azért, mert nekünk nagyon komoly probléma, hogyha mondjuk ez a gép így kiesik. Az alaplap mindennek az alapja, Asus ROG Maximus Z790-es platformon, ugye ez a Hero verzió, hát sajnálom, hogy a súlyát ennek a doboznak nem tudom nektek így leírni, de valami brutális. Ezt az alaplapot használtuk egyébként már az előző buildben is, és egyébként ezeket az alaplapokat szoktuk általában használni a túltervezettségük, üzembiztonságuk okán, meg ugye hát megvan rajta minden, ami nekünk kell. Az alaplapba kell processzor, Intel platformon maradunk, a 13. generációra upgrade-elünk, úgyhogy ez a 13900K lesz, és ugye ezt a platformot preferáljuk most idén is, nekünk ezek váltak be a gaming gépeknél, ezek voltak a leghatékonyabbak eddig, nincs semmi bajunk a másik oldallal, egész egyszerűen beváltság okán ezzel a platformmal megyünk most is tovább, úgyhogy megnézzük, mit tud a Z-s platform csúcsa majd, ugye a hétköznapokban a gémekben. RAM-okban szintén nincsen nagy variáció, nem már 1000 éve a Kingston Fury-kat használjuk, vagy a HyperX Beast-eket, éppen amelyik szériája kijön, ez most sincsen másképp. Ugye most szintén DDR5-ös RAM-okat kell használjunk, mint a tavalyi buildben már. Ezek a 6000 MHz-es verziók, úgyhogy reméljük, hogy némi teljesítménynövekedést ez fog jelenteni, mert a tavalyi buildben lévő RAM-ok azok alacsonyabb órajánál voltak ellátva, illetve idén nem 32, hanem 64 giga RAM-mal fogjuk megtámasztani a gamergépet. Kérdezhetnétek, hogy miért? Üzembiztonság, overkillség, hogy ne legyenek gondjaink semmiféleképpen. És most, mivel ennek a buildnek megint csak, ugye mondtam, a látványosság olyan izgalmas része lesz, ezek a világítós verziók. Egyszer már próbálkoztunk világítós RAM-okkal, kíváncsi vagyok, hogy a Kingstonnak ez a verziója hogy fog bejönni. Visszakanyarodva egy pillanatra a processzorhoz, a processzort hűteni is kell, és hát tudjátok, a látványosság, praktikussági része nem sok van, de amiatt, hogy látványos legyen a build és izgi nektek, és nekünk is, az ROG-nak fogjuk használni ezt a Ryujin hűtőjéből az Evangelion különkiadást, ami aki szerette az animét tudja, hogy mennyire jó, én is nagyon-nagyon szeretem, és az Evangelion Edition olyan színben van, ami szerintünk nagyon passzolni fog a buildhez, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, mert ilyen fajta proci hűtőt még nem használtuk, és ez is tetszett meg benne, hogy itt ez az a fajta, aminek ugye magán a pumpa és a processzor részen van diagnosztika, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni, biztos vagyok benne, hogy izgalmas lesz. A videokártya! A 4090, nem is látszik, he? A videokártya a 4090, ez a drabális szörnyetek. Az ROG-nak ugye a Strix verzióját használjuk hozzá, ez az egyik legnagyobb méretű kártya, látványosság szinten egyébként ez lett volna az, amit akartunk amúgy is mutatni, mert tényleg ez már tényleg túlzás. Tehát szerintem ennél nagyon sokkal nagyobb nincs is. Ugye ez a 600 wattos power limites verzió, mármint a 4090-ből több gyártónak van ilyen 600 wattos edisonja, persze soha nem lesz 600 watt. Mi hajtja az egészet? Ez az a háttértárakon kívül ez az egy dolog, amit újra fogunk felhasználni, mégpedig azért, mert nekem minden évben, amióta ezt használjuk, a kedvenc része a buildemnek, a Superflower 2000, a Lidexnek ez a szörnyezet, platinum tápja, amit pontosan ugyanolyan okokból vettünk, mint a többi dolgot itt az asztalon és az előző években, az üzembiztosság, és hát minél nagyobbak ezek a videokártyák, annál jobban visszajön a befektetett pénz, hogy haha, én mondtam. Háttértárakból 3 SSD-vel operálunk, egy boot drive-ban és 2 a játékoknak,
erről fognak menni, ezek egyébként a régi gépből lesznek áthelyezve, ezek azok a háttértárak, amikor minden jelenleg futó projekt is van, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Ami még érdekesség lehet, hogy most kicsit custom kábelekkel megyünk előre, a kábelmat kábeleknek ezt a Premium Ezüst Editionjét választottuk az alaplaphoz és egyéb dolgokhoz, ezeknél már lesznek ilyen kábelfésük, ami egy kicsit érdekesebb lesz. Egész pontosan a videokártyának ugye ezt a 4 PCI lényt felhasználó átalakítóját rendeltük meg tőle, ez nem a gyári. Tudunk a 4090-es csatlakozó problémákról, ennek már megtalálták az okait az interneten, nálunk sokkal okosabb emberek, ez egyébként a kébalmattal már feloldja egyébként azt a problémát, úgyhogy mi ezt fogjuk használni a videokártyához, tehát nekünk ez az egy fog belemenni. A többi részét, ha minden jól megy, nem fogjátok látni, hogy a fél tápot vele kell dugni. Ami még érdekesség, a Lianlinak muszáj volt, tehát ez engedj a csábításnak, mint a proci hűtő, muszáj volt megrendeljük ezt a kis toldóját, ami a 24 pinás ATX csatlakozóval csinál RGB-set. Úgyhogy ez is egy ilyen izgalmas ambíció lesz, hogy világítson minden is ebben a cuccban, mert ez is jól fog látszani, ha minden jól megy. Egyébként jól láttátok, hogy ezek mind-mind toldók egyébként. Egyedül a videokártya esetében átalakító is, mivel hogy annak nem lett volna értelme, hogy ezt az új csatit megtoldjuk. Na és akkor a lényeg, milyen a ház? Hát ezt nehéz lesz így elképzelni a kartondobozból, de maradjatok velem. Rengeteget gondolkoztunk azon, hogy milyen érdekességgel dobjuk fel az idei buildet, hogy ne megint egy toronyház legyen, mert hogy őszinte legyek, a legnagyobb problémám a toronyházakkal az volt, hogy a tavalyi build, ha emlékeztek rá, akkor a Kozmoszba épült, és ez a személyes preferenciám, oké? Nem kell bántani, érte? Szerintem nem nagyon van feljebb annál. Elképesztő az a ház. Minden létező szempontból. Egyszerűen imádom a létezését és a tudatát annak, hogy van egy ilyen a világon. Úgyhogy nem nagyon tudok előrelépni, én legalábbis fejben még toronyházakban. Úgyhogy most egy ilyen testbench jellegű nyitott platformot fogunk használni, úgyhogy nagyon-nagyon sok része látható lesz nektek, és nagyon sok része nem, úgyhogy megpróbáljuk úgy megcsinálni, hogy az a rész, ami látható, baromi jól nézzen ki. És most egy ilyen nyitott platformmal, ugye a szoba hűtött, ahol a streamer gép van, úgyhogy jól fog működni ez az egész dinamika. Reménykedem benne, hogy hatásos lesz. Na igen? Ezt nem nyomjunk rá. Ha ez akkor működik, akkor itt mindenek vége. Ott van. Ez nem világít. A pumpának nagyon fura hangja van. Az a fura hangja, ez is világít, úgyhogy az is megy. Az egér billentyűzött. Aha. Az meg bútól! Mi van? Eljött, nem hiszem el. Nos, srácok, hát nagyon remélem, hogy tetszik a végeredmény. Megoszlanak a vélemények bennem és bennem ezzel kapcsolatban. Érdekes tapasztalat volt ez a build. Ez az ilyen open, kicsit ilyen benchmark style build, ez egy kicsit új volt. Megmondom őszintén, hogy amiket terveztem és kiszámoltam és meggondoltam, hogy fog kinézni, meg milyen lesz, az amiatt nem sikerült, ami miatt ennek a háznak olyan nagyon-nagyon furcsa kivágásai vannak, és eleve a build quality-ja. Ez a ház alapvetően nem úgy drága, és szerintem a minőséget abszolút nem hozza. Egyébként, úgyhogy én nagyon-nagyon nem javaslom, vagy javaslom.
ezt a dolgot. Kicsit megjártam vele. Kábelhosszak nem úgy jöttek ki, amiatt, hogy nem ott vannak a kivágások, ahol gondoltam, hogy lesznek. És megmondom őszintén, hogy a képek, amik elérhetőek az interneten, illetve a bildek, amik elérhetőek az interneten róla, nem egészen árulkodtak erről. Érdekes ez az alaplap elrendezés, nekem amúgy alapvetően tetszik, nekem nincs ezzel gondom. A bilddel talán, amit Janival is beszélgettünk, ennek a kábelnek a simasága, a PCI Express kábelnek, az, hogy kilóg itt ez, és hogy nem tudtuk teljesen végigfésűzni. Az, hogy a világítós ATX kábel, a Reality Streamer fölé megy, és egy kicsit takarja, tehát ezek az apró részletek egyébként rontanak az összélményen. Szerintem a vízhűtő amúgy nagyon poén, főleg így, Jani. Köszi. Itt például a CPU Power Cable nagyon-nagyon jól jött ki, a drabális brutáliságát méretszinten ennek a nagy Strix 4090-nek sikerült megmutatni. Szóval összességében amúgy jól néz ki ez a cucc, meg minden. Újdonság, kicsit frissebb dolog, remélem jó élmény volt, de nekem egy kozmoszos bildet nem tudod verni, az túl szép. Komolyan mondom, túl jó a kozmosz. Nem szabad abban építeni, és akkor mindig lehetsz kreatív. A gépel stabilitásban, hőmérsékletben, ilyenekben semmi gond nincsen, tökéletesen működik. Nyilvánvalóan mi az üzembiztosság érdekében nem szoktunk overclockolni se procit, se videokártyát, úgyhogy sima XMP profillal mennek a dolgok. Ezért is van az, hogy évente cserélünk hardvert, így nem annyira van rá szükség. Nyilván, hogyha esetleg eljönnek olyan kardinális pontok, hogy még váltás előtt vannak gondok, akkor van erre lehetőség, és kicsit tudunk húzgálni rajta. Az úgynevezett headroom megvan neki egyébként, táp és hűtés szempontjából is. Ezek a bildek mindig két szempontból épülnek, hogy az elején is elmondtam. Az egyik az, hogy legyen egy új élmény, egy kicsit másabb dolog nektek, élvezet legyen nézni. A másik nekünk így stabilitás, meg megbízhatóság legyen meg. Szerintem ez a része sikerült, de még ezt a házat heverem. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, legközelebb találkozunk, srácok. Köszi mindenkinek. Szevasztok!